Még táncolni is volt energiájuk ezeknek a hölgyeknek, akik a gerezslaki gőzgombóc fesztiválon vettek részt. Az idén 15. alkalommal megrendezett eseményen rekordszámú versenyző vett részt, 36 csapat mérhette össze gombóc főző tudományát. A hagyományos receptek mellett különleges variációkat is készítettek a jelentkezők. Nők és férfiak egyaránt fakanalat ragadtak, sütöttek, főztek. Több mindennel készültünk a mai napra. Reggeli gyanánt, sült kolbászt készítettünk fonott gőzgombóccal. Ebédre babgulyást készítettünk gőzgombóccal, ami már itt készül, és desszertnek pedig fekete eper lekvárral töltött édesgombócot készítettünk tejszín sodóval. Ez egy gerezslaki recept alapján készül. Több gerezslaki asszonytól kaptuk a receptet, és ez alapján készítettük el a gőzgombócunkat. Heten vagyunk, és mindannyian állatszeretők vagyunk, ezért a nevünk Tirschutzknédl, kisállatvédő gombócok. Martin Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai vagyunk, mi járunk évek óta ilyen gasztró fesztiválokra, kolbásztöltőre, sváb ételpőző fesztiválra, most eljöttünk a gőzgombóc fesztiválra. Ez Hartán, amit mi készítünk gőzgombócot, ez hartai jellegű, ez úgy készült, hogy disznóvágás után a maradék töltött káposztának a savanyú káposztájából, ami maradt, arra tették rá a gőzgombócot. Tehát az egy ízes káposzta, amiben ugye már belepőtt a hús. Most mi egy kicsit másképp csináljuk, mert nem volt még disznóvágás, és egy székely káposztát fogunk főzni, hogy az íze meglegyen, egy paprikás székely káposztát, az lesz az alapja, és erre tesszük rá a gőzgombócokat. Most a csapatban hatan vagyunk, kettő vendégünk van, kettő német vendégünk, mert Németországban járnak Hartára, mi volt sváb település, Harta település, és így fogjuk elkészíteni. Úgyhogy mégis igazából itt a nők úgymond segítségek csak, itt a férfiak szoktunk mi főzni, vagy általában én, igen. Nem szakácsos szakmám, de szeretem az ilyen kihívásokat. Volt olyan csapat is, aki egészen Erdélyből érkezett gerezslakra. Mikó Újfalu egyik egyesülete mutatott meg egy szokást. Úgynevezett esküvői rakott ág készült náluk. A recept az tojás, liszt és egy pici só, tehát úgy az elején, hogyha láttátok, a minden tojásnak a közepére, a sárgájára megsózzuk, attól lesz ilyen szép sárga. Sőt, még megvaggossuk, és akkor ugye megsárgul, attól lesz ilyen szép színű. Egy pici rumot is szoktunk néha, vagy alkoholt, vagy ecetet, mikor mi van kézni, és kevés porcukrot. Tehát nem sokat, inkább utána cukrozzuk meg, hogy ne legyen édes, mert hanem akkor nem lesz ilyen felcsattogott a tésztája. Esküvőkor kapja az ifjú pár mindig, amikor kijönnek a templomi esküvőről. Bőséget, gazdagságot, boldogságot, sőt a nagyszüleink azt mondták, minél tekervényesebb, minél gazdagabb az ág, annál nagyobb boldogságot kívánnak. A Mikófalusi Nőszervezet tagjai vagyunk, az egyesületünk 16 tagot számlál, mivel ugye messzire jöttünk, így csak 6-an jöttünk a csoportból. Mindenki tudja a művészetét elkészíteni, tehát mindenki kipróbált minden fázist. Nagyon jó csapat vagyunk, nagyon ügyesen összedolgozunk, mindig jó kedvünk van. A fesztiválon emellett kulturális műsorokkal is készültek a szervezők. Az óvodásoktól a felnőtt korosztályig több csoport is bemutatta tehetségét. Zene, tánc és ének is szerepelt a programok között. A gőzgombóc egyébként egy több száz éves hagyományos tésztaétel a németség körében. Ez már a feledésbe merült volna, ha a gerezslakiak nem tartották volna életben a tradíciót. Lehet édes, lehet sós, süthetik, főzhetik, számos különleges változata is van már. A gőzgombócot őseink hozták be Magyarországra és terjedt el. Én úgy gondolom, nekem nagymamám is rengeteget csinált, én így nőttem föl. Hargita János képviselő úr mondta, hogy hát ő is így nőtt fel, úgyhogy nekünk ez abszolút fontos nemzetiségi étel. Annyiban biztos, hogy fejlődött, hogy egymástól biztos, hogy tanulnak itt a csapatok. Ezt én látom most már 15 éve én is ide járok konferálni. Fejlődött abban, hogy az ízvilágában. Tehát alapvetően a gombóc én úgy gondolom, hogy nem változott, és ez így a jó. Viszont mindenféle adalékokat, meg ilyet, meg olyat adnak hozzá, hát ez aztán ízlések és pofonok. Ennyiben fejlődött. Én úgy gondolom, hogy nekünk magyarországi németeknek abszolút fontosak az ilyen fesztiválok, mert ez tartja fenn, vagy ezek is tartják fenn a kultúránkat, és a nyelv mellett, amelyet sajnos elvesztettünk már, a mindennapok nyelve sajnos már nem az anyanyelvünk, ez kiölődött az elmúlt 100 évben, de a kultúra az mindenképpen megmarad, és kultúrájában is él a nemzet, én úgy gondolom tovább.
Közel 7000-en látogattak Egerezslakra, hogy megkóstolják a gőzgombócot és részt vegyenek a programokon. A fesztivál egyébként a Baranya megyei értéktárban is szerepel, így már nem csak a németség számára érték az étel és az arról elnevezett esemény.